Jó estét kívánok, elvtárs. Jó estét kívánok, elvtárs. Nagyon örülök, hogy eljöttem. Kérem, engedje meg, hogy bemutassam az itt ülőket, akik a kérdéseket fölteszik önnek. Dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter helyettes, dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese, Barabás János az MSZNP KB agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, Lőrinc Kálmán vezérőrnagy seregtestparancsnok helyettes. Mindenki helyettes, akkor én is a helyettesemet küldöm el. Deák Gábor, az AISH elnöke, államtitkár, Vince Mátyás, a HVG főszerkesztője, dr. Angyal Ádám, a Gantz Danubius... Még fönn vagyok, nyugodtan soroljuk. Gantz Danubius hajó és darugyár vezérigazgatója, valamint dr. Nagy Sándor, a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel. Talán így egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes elvtársat, dr. Medgyessy Pétert, parancsoljon, tegye fel kérdéseit. Szóval azt szeretném kérdezni az illetékes elvtárs. Tessék egész nyugodtan, előttem nincs kényes kérdés, nincs problémás kérdés, mindent vessünk föl. De én úgy érzem, hogy nagyon alacsonyan van a mikrofonom is. Most meg magasabb van. Most jó van. Nagyon szépen köszönöm, Bródi elvtársak. Tessék pénzügyminisztérium elvtárs. Holnaptól szigorodnak a ital forgalmazásának és a fogyasztásának a feltételei, különösképpen a munkahelyeken. Én azt szeretném kérdezni illetékes elvtárstól, hogy... Idáig értem. Az én pozíciómban elvtársak nem lehetek hülye. Mert engem valaki odaállította, hogy jelen pillanatban ülök. Nem kell gúnyosan mosolyogni. Nevetni lehet. Elnézést. Tessék! Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében. Elfelejtettem a kérdés elején. Szóval az italforgalmazásnak és fogyasztásnak a feltételei szigorodnak a munkahelyeken, és azt szeretném tudni, hogy elnézést, hogyan fogja... milyen aspektusból kérdezi? Tehát melyik minisztériumból kérdezi, hogy... Én ezt a pénzügyminisztériumból kérdezem. Igen, elnézést. Tessék! Hogy az illetékes elvtárs mit fog tenni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételeit pótolja? Ja, értem. A kérdés 4 vagy 5 részből áll. Szinte végig tudtam követni. De pótolni nem tudom a hiányot. Eddig csak ajánlatos volt inni a munkahelyeken, most már szigorúan megköveteljük. Nem tudom, hogy kielégítette ez a válasz. Engem teljes mértékben. Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább. Második kérdésem az lenne, hogy ugye ismeretes 6. kérdés. Nekem 6 jött ki, az előbb 5 kérdés volt egybehozva. Ne hozzanak zavarba. Jöjjön el a pénzügyminisztériumba, olyan jól tud összeadni. Voltam én már ott. De azt szeretném megkérdezni, hogy miért növeszt szakált illetékes elvtárs? Nem lesz infláció elvtársak. Nagyon jó, tudja, hogy maga küldött fényképéz az 27-ére. Az új 5000 forintos. Megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartanak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. A szakszervezetek részéről, Nagy Sándor. Mivel ön mindenre tud válaszolni, érdekelne, hogy milyen előképzettsége van, és kik a tanácsadói? Eltársak, egy szép napon arra ócsúttam fel, hogy illetékes vagyok. Úgy tudom, ön illetékes a Gergely. Én naptár. Illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes vagyok. Majd szólok, amikor Gergely lesz.
tudom, ön illetékes a Gergely naptár Magyarországi alkalmazó. Szóval, hogy pápává választom. Mici korom állnom integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Folyton tapcsolni kell? Szóval Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra kedd? Ahányszor akarom. Egyébként zártál, csak olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek-e a munkahelyre vagy nem. Kevesebb kávé fogy. Köszönöm szépen, Angyal Ádám, vezérigazgató. Láttam, hogy a matematika nehezen megy, hogy itt feladok egy számot. Nem megy nehezen, semmi sem megy nehezen, minden hozzám tartozik. Mert magamat kigúnyolom akár, jó? De velem ne viccelődjenek. Kérdés a következő. Ha 7% lesz jövőre az áremelés, és 2% az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keressünk, mint az illetékes elvtárs? Kérem szépen, az illető hajós kapitány 43 éve. Egyébként meg ne nyúlkáljon a zsebembe, jó? Kinek mondta? Szakszervezetnek vagy? Magamba ja, beszél. Jó. A következő kérdést feltehetem? Természetesen azért vagyunk itt, elvtársi szolid baráti létkor. Mit tud felhozni mentségére az illetékes elvtárs? Azért, hogy nem tud heggeszteni. Én nagyon jó heggesztem. Miért látod magam engem heggeszteni? Van belépője a hajógyárba? Nincs. Akkor nem tud. Tehát a hajógyári belépőt kell megheggeszteni, vagy? Azt is. Azt elvarogatom, hogyha arra kerül a sor. Na elvtársak, jó. Nagyon jól tudják, hogy minden hozzám tartozik. Nekem nem kell bemenni egy gyárba ahhoz, hogy benn legyek. Én azt csinálok, amit akar. Én megehetem a mikrofont. Nem szeretem a mikrofont. Köszönöm szépen, kielégítő a válasz. Jó, ha kielégítő volt, akkor nagyon örülök. Jó munkát! Dr. Murai György, a Magyar Televízió elnök helyettese. De szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója, több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk el őket? De a televíziót hol helyezzük el? A komódon, csak jó takarják. Egyébként számtanilag ugyanennyi jött ki nekem. Muszáj elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell? Ezért esünk is nagyon nagy gond, elvtársak, hogy hova helyezzük el. Kellene egy nagy székház most. Egy szép nagy székház. Hát egy szép nagy szék az lesz, elvtársak, a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett, de... Hát elégedjenek meg azzal, hogy valami 9 évig állványoztattam föl, hogy végre lefújták fehérre vagy szürkére a tévé monumentális oszlopat. Több pénz nincs, másra nincs pénz. Pont ennyibe került volna, hogy elhelyezzük a tévét valami jó helyre. Kérem, lefújták. Általános az az igény, hogy növeljük a műsoridőt. Merre növeljük a Magyar Televízió adás idejét? Az igazság, hogy nagyon kevésszer tudok eljutni a tévé nagy nyilvánossághoz. A rádión keresztül, hogy beszélgetek néha a dolgozókkal fölrázólag. Ott van például a reggel 17:30 időpont, amikor lehetne velem ilyen show műsorokat, beszélgetéseket, tehát hogy közel kerüljünk. Ez lenne a javaslatom. A többi műsor nem érzem szükségesnek. Tehát nagyjából el is lehetne hagyni. De nem hagyjuk el, mert még ebben azt a 3500 embert el kell tartani valamit, ami magának is, mert nekem is kijött. Egy további kérdésem is lenne, hogy... Nem baj. Hogy versenyezzünk a hazánk területén vehető... Átvonuló. ...külföldi televízió műsorokkal. Tehát, hogy a hazánk területén
hömpölygő műsorokkal, hogy versenyezzünk? De gondolom a külföldi adókkal rövidesen fogható lesz a nyugati műholdas, igen. Ugye, hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés. Nyugtácsakon? Megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró állomást. Tessék parancsolni. Tisztelt illetékes elvtárs, két nagyon rövid kérdésem. Igenis. Lőrinc Kálmán tábornok. A laktanyák mellett járnak. Előbb még vezérőrnagy volt. Közben kinevezték. Vagy lefokozták, ezt nem tudom, hogy mondjuk. Az ugyanaz a kettő, ugye? Ugyanaz, mondom, hogy ugyanaz. Össze-vissza nevetgélek, közben ugyanaz. Vezérőrnagy, tábornok, egy az egybe ugyanaz. Seregtest parancsnok helyettes. Akkor most maga beszéljen. Tessék parancsolni. A laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől véd meg. Kérem, ha ugyanazt a kocsijára teszi. Ezt értem. Akkor megáll a kezükbe a radar. Köztudomású, hogy így ősztájékán a hadsereg elég jelentős erőkkel részt vesz a mezőgazdasági betakarítási munkákban. Egy dolgot megint nem értek, mikor aszályos évek vannak, mindig nagyobb a katonamunka iránti igény, mint amikor nagyon jó termés van. Ez vajon mitől van? Megmondom, elvtársak. Nagyon-nagyon enervált a mai katona fiatalság. Nem csak a katona fiatalság, a katona öregség is, tehát egyáltalán nem sportolunk eleget, ezt mondhatom az egész országra, mert hozzám tartozik, nagyon jól tudja. Nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, és tehát mit tudtunk csinálni elvtársak az asztályos földekkel? Ott vannak ezek a fiatal katonák, akiknek kirobbanó erőbe kéne lenni, helyette ezek, hogyha 20 fok meleg van, már takad róluk a víz. Hát az asztály ellen csak így tudunk küzdeni, ami víz róluk letakad. MSZNP részéről Barabás János. Tiszteletem. Hogyan javítaná a külföldiek véleményét Magyarországról? Elsősorban személyes ráhatással. Tehát vannak országok, ahol elég levelet küldeni az illető külföldinek, aki itt járt nálunk. Van, ahol meg személyesen elmennék. Tehát, hogyha mit tudom, Amerikában vagy Brazíliából jönnek, akkor megbeszélném velük, hogy nem volt itt annyira rossz. Természetesen kiutaznék el. Kettesben nem mehetnénk? Hogy kettesben menjünk? Nem bánom. Vince Mátyás, az egyik újság főszerkesztő. A HVG főszerkesztő. Tudom, én neveztem ki. Először egy jövőre vonatkozó kérdést szeretnék föltenni. Melyik jövőre? A jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes? Még hallott valami változás? Tehát csak az én pozícióm az nem született, az van. Az olyan, mint a természet. Mindenben. Minden hozzám fog tartozni, minden én vállalom a felelősséget, és minden rajtam csattan, elvtársak. Ez azért nagyon-nagyon nagy átkom is. Ezt így szó szerint idézhetjük a labba? Tessék, maga így gyors ír közben? Nem is vettem észre, hogy diktálom. Nem, ma... Magnó van nálam, de szeretném a második kérdésemet is föltenni. Sajnos az is a jövőre vonatkozik. Nem baj. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy milyen intézkedéseket tervez jövőre a kormányzat a halmozottan előnyös helyzetű rétegek megsegítésére. Na, ez az egyetlen kérdés, amit nem értem. Ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy miért halmozza a kormányzat a... Szóval a Ne segítsen nekem, mondja el a kérdést. Nem, szeretnék segíteni. Szűjjük meg együtt, szűjjük, ne segítsen. Én nekem van ebbe gyakorlatom, hogy illetékes... Nézd, én magát kineveztem, én fogom a másik dolgot is csinálni. Azért nyugodtan kérdezen, oldottam, mint ami se történt.
A kérdés a halmozottan előnyös helyzetű rétegekre vonatkozik. Hogy a kormányzat jövőre mivel próbálja ezeket a rétegeket megsegíteni? A halmozottan rétegezett előnyöket? Nem, kérem szépen, vannak halmozottan hátrányos helyzetek. Mit ért halmozottan? A szegényekről és a gazdagokról van szó, csak nem merjük ezt így kimondani. Na, én így a gazdagokról gondoltam a kérdést feltenni, csak... Tehát, hogy tudunk segíteni a gazdagokról? Igen, erről. Szegény gazdag. De hát, hogy terveznek-e valamit? Na most... Most ez magát érinti ez a kérdés, hogy mi lesz velünk, így is kérdezhette volna. Tervezünk, de egy nappal előtte letagadjuk, és majd hirtelen fog kijönni. Volna még egy személyes kérdésem is. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött. Hát pillanatilag nem áll senki. Miért gondolja, és miért irányulnak a kérdései? Ezt nem értem. Tehát maga nem hisz az eleve elrendelt illetékesbe? Tehát azt gondolja, hogy pillanatnyilag kell valami támpont, segítség? Igen, azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, tehát precizíroznám. Igen? Pillanatnyilag kiáll ön mögött. Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak el, csak. Én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, eltárs. Köszönjük szépen, Vincertás kérdéseit. Köszönjük szépen. És akkor végezetül Deák Gábor az állami ifjúság és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdéseit. Éppen ideje, már az állóképességem kezd elhagyni. Itt, akik együtt szerepelünk ebben a műsorban... Ez nem szereplés, ez felelős beszélgetés. Itt, akik ebben a felelős beszélgetésben részt veszünk, köztudott, hogy igen, elfoglaltak vagyunk, illetékes elvtárssal együtt. Beszélt arról, hogy többet kellene mozogni. Mikor és hol focizhatnánk egy jót az illetékes elvtárssal? Ragaszkodik ez a mérkőzéshez? Hát ehhez a mozgáshoz. Én egyébként nagyszerűen labdarúgok. 14 éves koromban akasztottam szögre, a Vasas Kölyök 3-ba játszottam. És nem győzök elég hálával visszagondolni az edzőmre, aki ezt a döntést sietett. Inkább irányító jellegű játékos voltam most is. Tehát nem a gyorsaságommal tűntem ki. Ha nem? A lassúságunkban. Köszönöm. Hány aranyérem esetén lenne elégedett az illetékes elvtárs? Hát egészségügyi problémákat ne vessünk. Abból egy is elég nagy baj. Műtét, stb. A szőuli olimpián. Ja, a szőuli olimpián. Hány... A beteg elvtársakat ne küldjenek én. Bizonytalan, hogy van-e ott jó... Orvos esetleg, aki... Hány első helyen lenne elégedett a szőuli olimpián? Én nem szeretnék egy első helyet se elvtársak. A részvétel a fontos, nem a győzelem. 4/6 helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét. A sporthivatal elnöke és az illetékes elvtárs külön-külön és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e mi az olimpián, szóval, hogy... Hogy hát szóval Szöulban, ugye? Értem a kérdést, ugye... ne beszéljünk egyszerre. Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszerre, jó? Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk. Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most eltársam, mindenre gondoltam, mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák eltársnak, vagy most mondom meg, úgy kell készülni eltársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor fölvettem a bolgár elvtársakkal is a kapcsolatot, hiszen Kárdzsáli megyébe, Dél-Bulgáriába, ugyanebben az időpontban rendezik az Elég jó indulat játékot. Ahol esetleg Bulgáriába tanuló néger sportolókat is megtudjuk. Úgyhogy szinte ugyanaz. Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék most feltenni. Nem baj. Ma kaptam egy levelet. Jobb, mint egy betegség. És
szeretném továbbítani az illetékes elvtárshoz egy fiatal házaspár kérdését. Albérletben laknak, végre lakáshoz jutnának. Igen ám, de a kétszobás lakás 1 000 000 forintba kerül, és a kölcsönök és hitelek felvétele után is 250 000 forint beugrót kellene fizetni. Kettőjük havi fizetése 11 000 forint. Én megkérdezném az illetékes elvtárstól, mit válaszoljak erre a kérdésre. Mit tegyenek? Ha mondja azt, hogy 22,77 század. Annyi évig kell várni a fiataloknak a beugróra. De ez minket is nagyon-nagyon fájdalmasan, nagyon-nagyon mélyen érint. Picit még albérletbe kell lakni. Kicsi türelmet. Addig is nézzék a tévét. Érezzék jó magukat nálunk. Egyébként van egy átfogó tervem a fiatalokkal, elvtársak. Nagyon jó, hogy ez felvetődött. És ez erre a kérdésre is sajnos nagyon keményen vonatkozik. Az a tervem a fiatalokkal, hogy a fiatalok meg fognak öregedni.